Egy év csúszással a jövő hét végén elkezdődik Tokióban a 32. nyári olimpia. A koronavírus járvány miatt a versenyeket nézők nélkül rendezik meg, és július 12-től augusztus 22-ig rendkívüli állapotot hirdettek ki a japán fővárosban. Minden szempontból rendhagyó lesz tehát az olimpia, amely előtt a MOB elnöke szerint a magyar versenyzőknek legalább két kihívással már meg kellett küzdeniük. Az egyik az a végtelenül elnyúló és egyébként elég bizonytalan kvalifikációs időszak, hogy készülünk, nincs versenynaptár, hova utazunk, mikor lesz verseny, beengednek-e az országba, és egyébként tudok-e edzeni. Tehát minden, amit ez a vírus közvetlenül hozott magával, és nyilván ezt megtetézve azzal, hogy azok a versenyzők, akik már idősebbek, azok ugye egy lefelé szálló ágban ugye nehezen tudják azt a magas szintet hozni, ami ahhoz kell, hogy ők a legmagasabb szinten teljesítsenek. A másik, és ez legalább ilyen probléma volt szerintem, az a zaj, ami a médiából, jellemzően a social médiából érkezett, hogy ami ezt a bizonytalanságot, mint légkört tartotta fönn. A magyar sportolók eddig 177 arany, 151 ezüst és 174 bronzérmet szereztek a nyári játékokon. Tokióban 23 sportág 28 szakágában 176 versenyző képviseli majd a magyar színeket. Kulcsár Krisztián 13 érmet vár a küldöttségtől. Vannak ugye a sikernek különböző kritériumai, ugye két kritériumban a sportolók létszámában, meg a sportági sokszínűségben már jók vagyunk. Lesz 175 versenyzőnk, ami több, mint a korábbi olimpiákon volt, a korábbi néhány olimpián legalábbis. Olyan sportágak lesznek ott magyar oldalról is az olimpián, amik már régóta nem voltak, vagy még soha nem voltak. Karatéban lesz magyar versenyző, éremessével megyünk vitorlázásban, újra lesz íjászunk, nem tudom, 20 éve nem volt íjász a magyar íjász olimpián. Tehát ilyen szempontból is én azt gondolom, hogy ez egy szép kezdet. Az érmek számában pedig nagyon drukkolunk, hogy ez a 13 érem, amit mi előre jeleztünk, nem belemelve abba, hogy milyen színűek ezek az érmek, azt elérjük, hogy akár túl is szárnyaljuk majd. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből az asztali teniszező Majoros Bence és a gyalogló Helebrant Máté lesz ott az ötkarikás játékokon.